Sziasztok srácok, Easy Driver vagyok, és itthon vagyok, jelenleg nem egy vezetős vlogot csinálok, mint tudjátok, vagy mint észrevettétek. Éppen filmet néztem, ezt a fantasztikus utazós filmet néztem. Eddig egyébként egész jó sokkal rosszabbra számítottam, de mindegy, nem is ez a lényeg. Rusher Smith csinált egy videót, amiben megemlíti, hogy az autóját most felújították, rendbe rakták, meg hogy majd jön Pestre, és akkor mondta, hogy majd egyszer lehetne találkozni, és mondta, hogy kéne csinálni ilyen podcast-féle dolgot nagypaterral, ő is ugye egy YouTube-os. Megnéztem egy-két videóját neki is, nagyon király videókat csinál. Rusher Smithről már korábban mondtam, hogy nagyon jó videókat csinál, és abszolút benne lennék a dologban. Tényleg, mert én is azt vettem észre, amit a videójában is mondott, hogy azok, tehát a nagy csatornák már rég nem arról szólnak, amiről kéne. És abszolút igazad van, hogy a YouTube már tévé próbál lenni. Tényleg szarműsorok mennek a tévében, én ha tévét nézek, akkor a Comedy Centralt szoktam nézni, mert az még valamennyire szórakoztat, esetleg sportot szoktam benne nézni, meg a Humor Plus-ot is van egy-két ilyen jobb sorozat, ami hogy, így a háttérben megy, de közben mit tudom, én nyomogatom a tabletemet, vagy a gépet, vagy valami. Úgyhogy nagyon adnám a dolgot, nagyon benne lennék, szívesen csinálnék ilyen podcastet, vagy ilyen közös videót akár, vagy valamit, mert tényleg én is azt vettem észre, hogy ezek a kis csatornák szólnak inkább arról, amiről a YouTube-nak kéne. Nem szabad könyörögni a feliratkozókért, tartalmat kell csinálni. Rusher Smith-hez hasonlóan csináljatok tartalmat, és akkor lesznek feliratkozók. Lehet, hogy lassan, vagy lassabban, de ahhoz, hogyha most, mit tudom én, már azt akarnánk, hogy ilyen 100 000 feliratkozónk legyen, ahhoz sokkal korábban kellett volna elkezdeni, mert most már nagyon sok videós van Magyarországon, és már ők azok, tehát hozzájuk képest már minden kopi. Ugye ezt valaki mondta is, hogy Radics Peti mondta, ő is még nagyon jó videós, de neki már rengeteg feliratkozója van, és ő mondta azt, hogy azért, mert valakinek a videója hasonlít valaki másnak a videójára, vagy a tartalma, attól még a stílus más. Az attól még nem kopi. Engem is egy kommentben egyszer támadtak, hát nem támadtak, mondták, hogy szalaisti kopi. Nem szalaisti kopi, sokat vezetek én is, nyilván vezetős vlogokat fogok csinálni. Ugye ezt már egy videóban megemlítettem, nincsen kollégám, azokat a dolgokat, amiket látok mondjuk a neten, vagy akár tévében, vagy ilyesmi, nincs kivel megosztanom napi szinten. Most valaki bemegy a munkahelyére, vagy mondjuk a suliba, az osztálytársaival meg tudja ezeket a dolgokat beszélni. Én napi szinten ismerősökkel, akár a barátaimmal nem minden nap találkozok. Tehát innentől kezdve nekem van ez a kamera, és a kamerába bemondom, és akkor így az interneten meg lehet róla véleményt mondani, fel lehet tölteni. Na most, ha egy vlogot csinálsz, ugye akkor véleményt mondasz valamiről általában, vagy valami tapasztalatodat osztod meg a világgal, nem feltétlen fog mindenkinek tetszeni. Ezért van az, hogy van olyan videóm, ahol van 20 dislike. Nem érdekel. Véleményemet elmondtam egy videóról, vagy valaki másról, ez van. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy ilyen kicsi csatornák azok, amikben lehet jövő, csak maradjunk is meg ezen a szinten. Tehát, ahogyha mondjuk nem megyünk át, ahogyan mondta Rusher Smith is, hogy ezek a vlogger erőpróba meg ilyenek, minek? Könyörgöm, tényleg ez már versenyt akarnak csinálni, és a feliratkozókért megy a verseny, és nekem 300 ezer van, neki csak 50 ezer, meg ilyenek. Könyörgöm, azért mert nem is értem az ilyeneket, a YouTube, hogyha abból indulunk ki, hogy miután fizet a YouTube. Nem a feliratkozók után fizet a YouTube, hanem a megtekintések után. Ezt beütöd a neten, az első találat az lesz, amin ezt pontosan leírják. Tehát nem ezen múlik. Én nekem most az én videóim már nem is fizetősek, mert én gyártom a tartalmat, és tehát engedélyezhetném a hirdetést, nem kell egyelőre. Tehát ez nem a pénzről szól.
És valamelyik nap már gondolkodtam arról, hogy ugye vannak ezek a YouTube-os találkozók, van az OVS online videó, vagy valamilyen OVS online videó, nem tudom micsoda. És meg ugye vannak még Play IT-re is rengetegen mennek el, Ámfi, Szalaisti, ezek mindig ott vannak. Nekünk ugye ilyenre esélyünk sincsen bejutni, megmondom őszintén, én nem is feltétlenül akarnék ilyenre elmenni, viszont lehetne azt, hogy így páran, akik ilyen 100 feliratkozó alatt, de nem is 100, akkor legyen 1000 feliratkozó alatti csatornáknak lenne egy ilyen fesztiválja, vagy egy ilyen összeröffenése, ahol azok a feliratkozók, akik mondjuk velünk szeretnének találkozni, ezt megtehetik ott. Elbeszélgetünk velük, nyilván kevesebben lennénk, mint mondjuk egy OVS-en, vagy egy PlayIT-n, de azok legalább tényleg azok lennének, akik néznek minket. Úgyhogy ezen gondolkozzunk el egy kicsit, hogy lehetne ebben lehetőség, és összeszervezhetnénk egyszer egy ilyet, akár így próbaként, igazából sokat nem veszítenénk vele, mindenki úgy beladná a kis pénzét, vagy valamennyit beladna, és akkor mit tudom, kibérelnénk valamilyen ilyen nagyobb ilyen termet, vagy egy ilyen közepesen nagy termet, jól behirdetnénk a csatornánkon, hogy azért tényleg aki akar, az jöjjön el, és lennénk ott egy páran, és akkor így lehetne beszélgetni ott meg ilyenek. Mert azért, mert mi nekünk kevesebb feliratkozónk van, attól még mi is ugyanúgy tartalmat gyártunk, és ránk is lehet, hogy van, aki ugyanúgy kíváncsi. Sőt, lehet, hogy valakit jobban érdeklünk, mint például egy Hörbit. Most csak így példaként mondtam Hörbit. Úgyhogy szerintem ebben lehetne valami, és ebből valamit azért készíthetnénk. Ezen gondolkozzunk el, és Rusher Smithnek meg üzenem, hogyha legközelebb Pesten jár, akkor tényleg összefuthatnánk, találkozhatnánk, meg akkor ezen a Glide-os dolgon, meg ezen a podcastes, Skype-os dolgon is el kell gondolkozni, és össze kell hozni. Nem is kell nagyon sokat gondolkodni rajta, mert biztos, hogy meg kéne csinálni, de az, hogy mikor, meg kinek, hogyan jó, össze kell hozni. Ilyen kurva egyszerű, mert rengeteg olyan dolog van szerintem, amiről beszélgethetnénk, ami úgy mindannyiunkat érdekel, úgyhogy várom a hozzászólásokat, és várom esetleg a másik ötletemhez akkor, hogy egy ilyen összeröfenést tartsunk a kisebb csatornák. Mondom, ilyen 1000 feliratkozó alatt szerintem, mert 100 feliratkozó alatt is lehet esetleg, de szerintem legyen ez az 1000, legyen ez a határ. 1000 feliratkozó alattiaknak a jelentkezését várom, és akkor összehozhatnánk ezzel kapcsolatban valamit. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok!